Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a heti TV hírműsorát látják. Az új lengyel kormányfő Mateusz Morawiecki első hivatalos külföldi kétoldalú látogatása Magyarországra vezet, ahol Orbán Viktorral tárgyal majd. A látogatás január 3-án lesz. Witold Waszczykowski külügyminiszter elkíséri a budapesti látogatására a lengyel kormányfőt. Mateusz Morawiecki december 11-e óta Lengyelország kormányfője, miután lemondott az addigi miniszterelnök Beáta Szydló a tisztségről. Mateusz Morawiecki korábban a pénzügyi és fejlesztési tárca élén állt, kormányfőként továbbra is személyesen irányítja a két minisztériumot. Bár az ENSZ közgyűlés elítélte Donald Trump amerikai elnök döntését, miszerint Jeruzsálembe költözteti át az amerikai nagykövetséget, és egyoldalúan a várost ismeri el Izrael fővárosának, a magyar kormány ezt nem tette meg. Orbán Viktor miniszterelnök korábban a parlament folyosóján ugyan már kijelentette, hogy Magyarország nem változtat a Közel-Kelet politikáján, és nem viszi a nagykövetségét Jeruzsálembe, de a lépést nem kommentálta. Az MSZP-s Mesterházi Attila most egy írásbeli kérdésben kérdezett rá Szijjártó Péternél arra, hogy Jeruzsálembe költözteti-e Magyarország is a nagykövetségét, vagy sem. Szijjártó helyett államtitkára, Magyar Levente pedig úgy válaszolt, a magyar kormány nem kívánja kommentálni az amerikai külügyi döntéseket. Magyarország közel-keleti politikájában semmilyen változás nem történt az elmúlt időszakhoz képest. Újabb 5 milliárd forint áll rendelkezésre jövőre a várólisták rövidítésére, és a tervek szerint jogszabályba iktatják, hogy minden betegnek a lehető legkorábbi műtéti időpontot kell felajánlani, értesült a Magyar Idők az Emberi Erőforrások Minisztériumától. A Napilapban megjelent cikk szerint radikálisan csökkent Magyarországon a műtétre várók száma, és csökkent a várólisták hossza is 2012 óta, miután az egészségbiztosító valós idejű központi várólista nyilvántartásra kötelezte a kórházakat, és nyilvánossá tette a listákat. A kormány ezzel egyidejűleg jelentős forrást biztosított arra, hogy ne legyen anyagi korlátja az elvégezhető operációknak. 2014 és 2016 között összesen 12,2 milliárd forintot költöttek a legnagyobb várakozási idejű műtétek felgyorsítására. Kilépett a Jobbikból Ágoston Tibor debreceni képviselő, aki nem szavazott meg egy tehetséggondozó támogatást egy roma fiatalnak, és még gúnyolódott is. Ágoston azt javasolta, hogy inkább hozzanak létre a számára egy felzárkóztató programot Rostás Vinetú néven. A debreceni Jobbik ezután vizsgálatot indított Ágoston kijelentései miatt. A Jobbik debreceni frakcióvezetője most azt közölte, a belső vizsgálat során egy elnökségi ülés keretében kívánták meghallgatni Ágoston Tibort, de ő egy nappal a tervezett elnökségi ülés előtt írásos nyilatkozatot tett, melynek értelmében azonnali hatállyal lemond a Jobbikban betöltött valamennyi tisztségéről, és kérte párttagsága megszüntetését is. Külpolitikai híreink. Terrorcselekmény volt az a robbantás, amelyet szerda este egy szentpétervári szupermarketben követtek el, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök. A merénylet következtében 13 ember sérült meg, 8-at közülük kórházban ápolnak. Az elnök szerint az orosz szövetségi biztonsági szolgálatnak nemrégiben egy másik merénylet kísérletet sikerült megakadályoznia. Putyin kijelentette, hogy Alekszandr Bortnyikov FSB igazgatót arra utasította, a tettesek elfogásakor a törvény keretei között járjon el, de hozzátette, munkatársaink, tisztjeink életének vagy épségének veszélyeztetettsége esetén határozottan kell fellépni, foglyokat nem ejteni, a banditákat a helyszínen likvidálni. A német szociáldemokrata párt elnöke Martin Schulz az év legnagyobb vesztese a németek szerint. A németek többsége szerint, amikor az új év elején, január 7-én Angela Merkel és Horst Seehofer, a Kereszténydemokrata Unió és a testvérpárt Bajor Keresztény Szociális Unió elnöke elkezdi az egyeztetéseket a közös kormányzás folytatásáról az SPD elnökével, akkor az új év legnagyobb vesztesei ülnek majd tárgyalóasztalhoz, írta a Berliner Morgenpost című német lap, amelynek megbízásából a Kantar említ közvéleménykutató társaság felmérést készített a német politikai vezetők 2017-es tevékenységének lakossági megítéléséről. Kimutatták, hogy a németek elsősorban Martin Schulzot tartják az év vesztesének. Az SPD vezetőjét 2017 elején még 100%-os támogatottsággal választották meg elnöknek,
de vezetésével a szociáldemokraták a II. Világháború utáni történetük legrosszabb eredményét érték el a szeptemberi szövetségi parlamenti választáson. A vereség után elhatározták, hogy ellenzékbe vonulnak, majd decemberben úgy döntöttek, hogy mégis inkább tárgyalnak a CDU-CSU-val a kormányzati szerepvállalás lehetőségéről. Büntető intézkedésekkel sújtaná a menekültek elosztását elutasító Európai Uniós tagállamokat a németek csaknem kétharmada, mutatta ki egy felmérés, amely az RTL német médiacsoport megbízásából készült. A Forza közvéleménykutató társaság adatai szerint a németek 63%-a szerint szankciókkal, például az EU-s támogatások csökkentésével kell sújtani a menekültek tagállamok közötti elosztásától elzárkózó országokat, és alig egyharmaduk, 31%-uk ellenzi a büntetőintézkedések gondolatát. Az ügy megosztja a németeket, de keleten és nyugaton is többségben vannak a szankciók pártolói. Az ország nyugati részén 65%, a keleti tartományokban, a volt NDK területén 53% büntetné a menekültek elosztását elutasító tagországokat. Végrehajtási utasítások nélkül lépnek hatályba január 1-től Romániában azok az áprilisban elfogadott törvénymódosítások, amelyek a kórházakban és szociális intézményekben segítik elő a nemzeti kisebbségek anyanyelv használatát. Korodi Attila, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség képviselőházi frakcióvezetője elmondta, sem az egészségügyi minisztérium, sem a Munka és Szociális Szolidaritás minisztériuma nem dolgozta ki a hatályba lépés előtt a törvénymódosítások végrehajtási utasításait. Korábban a törvénymódosítást kezdeményező RMDS azt közölte, nagymértékben a végrehajtási utasításokon múlik, hogy a törvénymódosítás valóban kiterjeszti-e az anyanyelv használati jogát az egészségügyre és a szociális intézményekre. Őrizetbe vette az Iszlám Állam terrorszervezet 38 feltételezett tagját, közöttük több szíriai állampolgárt a török rendőrség a délnyugat törökországi Bursa tartományban, jelentette az Anadolu török hírügynökség. A terrorelhárító rendőrök Bursa több körzetében razziáztak egyszerre, több ingatlant is átkutattak. Az Iszlám Állam dzsihadistái több fegyveres támadást és robbantást is végrehajtottak Törökországban. Az elmúlt években számos Szíriába és Irakba tartó, az Iszlám Államhoz csatlakozni kívánó külföldi harcos haladt át Törökországon. Az idén 39 ezeren vesztették életüket a szíriai polgárháborúban, amelynek 2011-es kitörése óta mintegy 500 000 haltak meg. A 2017-es áldozatok negyede polgári személy volt, köztük 2100 gyermek. Az idei adatok elmaradnak a tavalyi és a tavaly előtti évhez képest, amikor 49 ezer, illetve 55 ezer ember halt meg a harcokban. A közel-keleti országban számos frakció és külföldi hatalom küzd különböző szövetségi viszonyok között Szíria ellenőrzéséért. Az Oroszország és Irán támogatását élvező damaszkuszi vezetés, a kurd milíciák, a mérsékeltől dzsihadistáig terjedő fegyveres ellenzéki csoportok és az Iszlám Állam terrorszervezet. Kettős öngyilkos merényletet követtek el az afgán főváros nyugati részében egy helyi hírügynökség épületénél. A támadás elkövetését az Iszlám Állam terrorszervezet vállalta magára. A támadásban legalább 40-en meghaltak, 30-an pedig megsebesültek, közölte az afgán belügyminisztérium. A kettős robbantást az Afghan Voice Agency épületénél és egy korániskolában követték el Kabul síták lakta Kalai Nazir negyedében. Az Iszlám Állam propaganda ügynöksége az AMAK által az interneten közzétett közleményben vállalta magára a merénylet elkövetését. A közlemény szerint a terrorszervezet egyik önkéntese hajtotta végre robbanó mellénnyel a támadást. Ezt követte még három pokolgép robbanása ugyanabban a térségben. Ashraf Ghani, afganisztáni elnök az iszlám és minden emberi érték elleni támadásnak nevezte a merényletet. Romániában komolyan fontolgatják a nagykövetség áthelyezését Jeruzsálembe. Liviu Nicolae Dragnea kezdeményezésére Jeruzsálembe helyezhetik Románia izraeli nagykövetségét a közeljövőben, írta az Allgemeiner. A kormányzó szociáldemokrata párt elnöke azután tett javaslatot a lépésre, hogy az ENSZ közgyűlésének többsége elítélte Donald Trump döntését, amellyel elismerte Jeruzsálemet Izrael fővárosaként. A szavazáson Románia tartózkodott. Dragnea nyilatkozatában azt mondta, országában komoly megfontolást tárgyal a román nagykövetség áthelyezése Jeruzsálembe. Továbbá hangsúlyozta, Izrael legfontosabb intézményei már most is ebben a városban találhatók.
Vádat emelt az államügyészség azzal a terroristával szemben, aki még december 10-én késelt meg egy izraeli biztonsági őrt Nablus mellett egy buszmegállóban, írta az Izrael Hajom. A vádiratból kiderül, hogy a merénylő előre kitervelten követte el a cselekményét, mivel nehezményezte Donald Trump amerikai elnök döntését, aki Jeruzsálemet ismerte el a zsidó állam fővárosának. A férfi korábban egy közösségi oldalon jelentette be, hogy mártírrá szeretne válni. Az izraeli parlament megszavazta a rendőrség jogait korlátozó ajánlási törvényt, amely szerint az izraeli nyomozó hatóság ezentúl nem hozhatja nyilvánosságra a közszereplők ügyének lezárásakor, hogy szerinte sikerült-e elég bizonyítékot gyűjtenie a vádak alátámasztására a vádemeléshez. A törvényhozók 3 napig folyamatosan tartó ülésezés után 59-54 arányban fogadták el a jogszabályt. A rendőrség eddig az akták lezárásakor, az ügyészségnek történő átadásukkor nyilvánosságra hozhatta, hogy elégségesnek látja-e az általa megszerzett bizonyítékokat a vádemeléshez. Ezen túl viszont csak akkor jelenthetik be véleményüket, ha arra külön engedélyt kapnak a főügyésztől. Az új törvény nem vonatkozik a már megkezdett nyomozásokra. Gazdasági híreink. Az utóbbi időben évente több mint 20%-kal nőtt az autópiac Magyarországon, a 2012-es szinthez képest megduplázódott, mondta Markó Zoltán, a Duna Autó ZRT kereskedelmi igazgatója. Hozzátette, az idén eladott személyautók száma meghaladja a 115 ezret. Az eladási statisztikák szerint idén a legtöbbet értékesített modell a Suzuki Vitara, a Skoda Octavia és a Dacia Duster. Megjegyezte, hogy Magyarországon az autók több mint egyharmada városi terepjáró kategóriába tartozik. A vásárlók szavai szerint kezdik felfedezni, hogy az elektromos autók ma már reális alternatívát képviselnek a belső égésű motorokkal szemben. Ugyanakkor hangsúlyozta az állami támogatási rendszer fontosságát, mivel a piacnak még kevesebb, mint a 0,5%-át fedik le az elektromos autóeladások. A magyar kormány intézkedései azt a célt szolgálják, hogy jövőre meghaladja a 80%-ot a rendszeres internet használók aránya az országban, és ezzel az Európai Unión belül a legjobb mutatóval rendelkezők közé kerüljön az ország, közölte a Digitális Jólét Program titkársága. A Digitális Jólét Program fejlesztései hozzájárultak ahhoz, hogy az idei év végére 78%-ra nőtt a rendszeres internet használók aránya, a másfél évvel korábbi 72%-ról. Jövő év végére az Európai Unióban elsőként Magyarországon jut el minden háztartásba a szupergyors, legalább 30 megabit per szekundum adatátviteli sebességű internetszolgáltatás. Sporthíreink. A magyar labdarúgó válogatott egyik szövetségi kapitánya sem keresett többet havi 10 millió forintnál, közölte az MLS. Az MLS nem várja el senkitől és nem engedi meg, hogy szerződés és fizetés nélkül végezze a munkáját, olvasható az állásfoglalásban, amely a Sport Plus heti lapban megjelent, a szövetségi kapitányok fizetését firtató cikkre reagál. A szövetség kitér arra, hogy a 2010 óta kinevezett kapitányok, sorrendben Egervári Sándor, Csábi József, Pintér Attila, Dárdai Pál, Ben Stork, Szélesi Zoltán és George Likens mindegyike részesült anyagi juttatásban, és a szakemberek fizetése között nem volt érdemi különbség. Híreinkről bővebb információt a www.braierpress.com, illetve a hetitv.com-on olvashatnak. Én köszönöm figyelmüket, és minden kedves nézőnknek boldog új évet kívánunk! Üdvözlöm a kedves nézőket! Idén utoljára. Ma napközben megvastagszik a felhőzet, és délutántól nyugat felől egyre több felé lehet eső, havas eső, északon, északkeleten ónos eső, hó is hullhat. Nem tudom szebben mondani, elég ronda idő lesz. A szépet ma egy elképzelt vagy megélt napsütötte domboldalon, a természet lágyalén éljék meg, ne a valós szabadban. Igen hideg reggel, -1 és -7 fok után, napközben 0 és 6 fok közötti értékeket mérhetünk. Szilveszter napján erősen felhős, párás időre számíthatunk, a nap első felében kialakulhat kisebb eső, havas eső is. A délnyugati szél egyre inkább megerősödik, 4 és 11 fok közé enyhül az idő. Új év napján borongos idő várható, elszórtan kisebb esővel, szitálással, 6-12 fok között alakul a csúcsérték. Ne erőltessék a kimozdulást, a közös családi kirándulást ezen a napon, hódoljanak inkább a kulináris élvezeteknek. Jövőre ugyanitt, várom Önöket, viszontlátásra!